A fiatal egészséges szervezetet is megviseli a nyári kánikulai meleg. Leginkább a kisgyerekek, időskorúak és a krónikus betegségben szenvedők vannak kitéve a nagy hőség okozta veszélyeknek. A hozzátartozók feladata ilyenkor fokozott figyelmet fordítani az érintettekre, mondja dr. Tibold Antal, foglalkozás egészségügyi szakorvos. A folyadék mennyiség tekintetében hát itt azért az év más részeire vonatkozó standardnak akár a dupláját, két és félszeresét is el lehet fogyasztani. Ugye kimegy az ember, pillanatokon belül leizzad, ami úgy mondhatnánk így természetes, hiszen a szervezetünk nagyszerűen van kitalálva, így hűti magát. Ugye a párolgó folyadéknak, vagy hát az izzadságnak igen jó és igen effektív a hőelvonó hatása. Csak hát ugye akkor figyelembe kell venni, hogy pótolni is kell ezt a különféle módokon eltávozó, elpárolgó folyadék mennyiséget. Legjobb mindig a tiszta víz vagy ásványvíz. Városi séták ügyintézés alkalmával egy-egy fagyi is kellemesen lehűti szervezetünket. Azonban mellőzzük többek között az alkoholos italokat, főleg a töményfajtát. De koffein tartalmú üdítők, energiaitalok, ezek mindenféleképpen kerülendők ebben a hőségben. Ugye egyrészt a vérnyomást emelő, illetőleg hát ugye a koffein teofilin, azt tudjuk, hogy elég jó vízhajtó hatással is bír, tehát az amúgy is úgymond lecsökkenő folyad, vagy keringő folyadék, vagy vérmennyiséget, ezt még tovább tudja csökkenteni. Évről évre növekszik a napsütéses órák száma, az extrém UV-sugarak pedig fokozhatják a bőr rosszindulatú daganatainak kifejlődését. Megfelelő ruházattal, krémekkel védjük bőrünket az erős UV-sugárzás káros hatásaitól. A napszúrás elkerülése véget pedig célszerű a fejünkre vászonsapkát vagy szalmakalapot tenni, teszi hozzá a szakorvos.